Erika gyermekkora óta nagyon szeretett volna saját kis cicát. Kialakult allergiája miatt azonban azt mondták neki, sosem tarthat majd kis házi kedvencet. A parlagfű, a por, a kisállatok is beindították nála ezt a hibás immunreakciót. Gyógyszereket szedett, egyre többet. Kipróbálta az akupunktúrát is, ami, bár segített neki, nem engedhette meg magának anyagilag ezeket a kezeléseket. Beszélgetésünk alkalmával meglepő módon Erika mellett egy gyönyörű fekete kis cica fogadta Gábort és tábunkat. A hölgy a mai műsorban elmeséli nekünk, hogyan sikerült felülemelkednie az allergián. Herceg Erikával beszélgetek Budapesten. Amikor bejöttem a lakásába, akkor az első, amit ön után megpillantottam, egy nagy, szép fekete cica menekült a szomszéd szobába. Mindig volt cicája? Régóta van? Nem, ez nekem egy gyerekkori vágyam volt, álmom volt. Szüleim nem engedték, néha becsérkéztem, hogy akkor találtam, csak pár napot marad, de nem sikerült véglegesen soha. Aztán akkor különböző problémák jöttek, egészségi, elindult az allergiám, és akkor végképp le kellett mondani róla, úgyhogy most, hogy jól vagyok, tudtam próbálkozást tenni, először csak egy cica, de most már kettő is van. És mióta? Hát egy 3 éve vannak a cicák, amióta úgy megbizonyosodtam, hogy jobban vagyok, és érdemes esetleg egy próbát tennem. Allergiának nevezzük azt az állapotot, amikor az immunrendszer tévedésből olyan anyagokat akar ártalmatlanítani a szervezetünkben, amik egyáltalán semmilyen károsodást nem okoznának benne. Normális esetben az immunrendszer egyik legfontosabb feladata az, hogy a szervezetünkkel kapcsolatba kerülő idegen anyagokat szortírozza, és eldöntse, hogy melyek ártalmatlanok és melyek okozhatnak károsodást vagy betegséget. Miután ez a felismerés megtörtént, a károsnak ítélt anyagokat az immunrendszer rövid időn belül igyekszik elpusztítani. Allergia esetén hiba csúszik a szortírozásba, vagyis teljesen ártalmatlan anyagokat, például egy virág pollenjét ítéli az immunrendszer veszélyesnek, és azt igyekszik elpusztítani. Az allergénekből, ebben az esetben a pollenekből rendszerint folyamatos az utánpótlás, ezért az immunrendszer támadó folyamatai érdemi eredményt nem tudnak elérni, a reakció folyamatossá válik, túlpörög és hiába való lesz, végső soron tehát az immunrendszer egy ártalmatlan ingerre túlzott reakciót produkál. És mitől lett jobban? Tehát hogy akadt azokra a dolgokra, mitől jobban lett? Az allergiám, ahogy fokozatosan nőttem, gyerekkoromban indult, felnőtt koromra már elviselhetetlenné vált, gyógyszer, egyre több gyógyszer, már a székről majd leestem, nem tudtam dolgozni, mást próbáltam találni, jött az akupunktúra, ami ugyan használt, de a pénztárcám nem engedhette meg. És akkor teljes véletlen volt a tévében különböző gyógyult betegekkel, vagy gyógyuló félben lévő betegekkel, műsor egy vasárnapi délután, amiben Varga úrra riport készült. Nagyon-nagyon tisztán emlékszem, mert döbbenetes volt. Volt egy picike gyerek, valami rettenetes cukorproblémával. Sosem felejtem el egy tűzoltó, akiért az orvosok csak pár napot adtak, és ez olyan mélnyomot hagyott, hogy azt gondoltam, hogy megpróbálom, hogy hát ha, tehát egy próbát megér. Tehát csodát nem vártam. Ugye én nekem a parlagfű az volt, ami aztán teljesen padlóra tett minden évben, hogy előtte már elkezdem szedni, és akkor hát ha az akupunktúra számát tudom csökkenteni. Augusztus elejétől, augusztus 5-e, 8-ától nekem októberig nem volt életem. És egyszer csak azt vettem észre, hogy hát hopp, október vége van, és nem voltam egyszer se akupunktúrán. Egyszer észrevétlen, nem jött el az a pont, amikor azt mondtam volna, hogy hát muszáj menni, mert rosszul vagyok, hogy fulladok, ugyan szemem, irodában dolgoztam, számítógép ráadásul, egyszerűen a szemem viszketése, a fülem viszketése, a garatom viszketése, a köhögés, nem tudtam létezni. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy meglepetéssel töltött el, és végtelen örömmel és hálámmal, hogy egyszerűen megpróbáltam ezt, mert innentől kezdve
évről évre javult az állapotom. Tehát megfogadtam, hogy korábban elkezdem szedni, nem csak amikor megjelenik már az allergia, és éveken keresztül nagyjából azonos módon zajlott le az allergiás időszakom, kis szemcseppel, kis orrszprével, de azt sem mindig, és jól lettem. Tehát a megdöbbentő az az ön esetében, hogy a nagyon sok gyógyszert szeret az allergiára. És már nem hatott, olyan dózist kellett. És amellett sem tudott cicát tartani? Hát azt meg sem próbáltam, mert még egy takarítás is egyébként, tehát porallergiám is volt. Tehát a lakásban, tehát úgy tudtam csak takarítani korábban, hogy föl kellett venni egy ilyen maszkot, mert annyira náthás lettem közben. A légúti allergének a légutakon keresztül jutnak a szervezetbe, ezért az immunrendszer túlzott reakciója is leginkább a légutakban okoz panaszokat. Vizes orrfolyást, ordugulást, köhögést, tüsszögést, orr- és szemviszketést, illetve ezek különféle kombinációját tapasztalják a betegek. A tüneti kezelés része, hogy lehetőség szerint megpróbáljuk elkerülni az allergénnel való találkozást, vagy legalább csökkenteni a környezetünkben lévő allergén koncentrációt. Allergia ellenes gyógyszereket szájon keresztül vagy orrcsepp, szemcsepp formájában használhatunk. Az allergia elleni gyógyszeres kezelést általában lépcsőzetesen építjük fel, és igyekszünk megtalálni azt a legkisebb gyógyszermennyiséget, amely mellett a beteg tünetei elviselhető szinten maradnak, életminőségét nem befolyásolják túlzott mértékben. Az allergiás betegek száma a fejlett világban az utóbbi évtizedekben folyamatosan növekszik, amelynek okát egyelőre nem ismerjük. Gyanítható, de nem bizonyított a környezetszennyezés, a különféle vegyszerek és az élelmiszerek ipari előállításának a szerepe ebben a folyamatban. Most már a parlagfűre, meg a tavaszi fű, meg a virágok virágzásra már nem vagyok allergiás, vagy nem jönnek elő a tünetek. És akkor így gondoltam, hogy félve, hogy megpróbálom, hisz egész életemnek ez volt a vágya, hogy szerettem volna egy kis állattal együtt élni. Arról nem is beszélve, hogy én állattenyésztő szerettem volna lenni, de erről már ott le kellett mondanom a pályaválasztásnál. Tehát az egész életemet úgy éltem le, hogy igazából nem boldogan a munkám kapcsán. Minisztériumunkban, irodákban, titkárságvezető voltam, de én nem ezt szerettem volna. És most, ahogy idősebb vagyok, nyugdíj közelében vagyok, most megadatott az, hogy amit egész életemben szerettem volna. És egyébként olyan környezetben nőtt fel, hogy sok állat volt, vagy kevés állat volt? Nem, én Pesten nőttem fel, ugyanilyen hasonló lakásban a szüleimmel. Nyáron voltam vidéken a nagyszüleimnél, egész nyarat ott töltöttem el, azt imádtam, és ott nagyon-nagyon sok állat volt. És hány éves korától volt a nagymamájánál szünetekben? Egészen kiskoromtól, és egészen már nagylánykoromig, amikor mások bulizni jártak, én akkor is. De ott minden ősszel már rosszul voltam. Mindig azt mondtuk, hogy van az, hogy én minden augusztusban ott, ez Ercsiben volt egyébként, Fejér megyében, hogy náthás vagyok. Mitől vagyok én ott mindig náthás? Csak az volt a kezdete az allergiámnak, úgy jött elő, hogy először vidéken, aztán utána már Pesten is. Tehát akkor Pesten kezdte az életét, tehát szószoros értelmében. Igen. És a szülei egyébként nagyon óvták a mindenféle szennyeződéstől. Milyen típusok voltak, akik nagyon tisztán tartottak mindent? Hát tisztán tartottak, de egyszem gyerekként, úgyhogy szerintem olyan, mint az átlag, mint minden szülő, akinek egyszem gyereke van és remeg érte, de egy ilyen általán. Tehát egyszem gyerek volt? Igen. Ezt azért kérdeztem, mert ezek összefüggnek ezek a dolgok az allergia kialakulásával kapcsolatban. Ugyanis az allergia eredetileg azért alakul ki egy embernél, mert nem tanult meg az immunrendszere a környezetének megfelelően működni, ami környezetben van. És az, amit először észrevettek, aztán egy úgynevezett Strachan nevű ember fedezte fel egyébként a 80-as években, hogy az allergiás megbetegedések többsége azokban a családokban alakul ki, ahol egykék vannak, és kevesebb a testvér. A nagycsaládos környezetben a legritkább az allergiás megbetegedés, mert sokféle kórokozóval találkoznak már kiskorukban a gyerekek, és az alkalmazkodnak a különböző kórokozókhoz egymáson keresztül.
Az eredeti hipotézis a Strachan-nak az volt, hogy tanyasi falusi környezetben ritkább az allergia, és városi környezetben, mivel ott tisztább minden, ott gyakoribb. Aztán ez nem igazolódott be teljes mértékben, de az igen, hogy a nagycsaládosoknál az allergiás megbetegedések kisebb mértékben jelentkeznek, és az egykéknél gyakoribb. És nagyon későn jártam, tehát óvodában se jártam, csak iskola előtt egy fél évet. Tehát itt, amit most ön mond, alá is tudom támasztani. Ez a másik mozzanata az allergiás megbetegedésnek. Azt is megfigyelték, hogy a bölcsőde számít, nem is az óvoda. Tehát aki bölcsődébe jár, ott ritkább az allergiás megbetegedés. Tehát egy-két éves kor alatt tanul meg az immunrendszer úgy működni, hogy később, idősebb korban már ne legyen. Ha nekem kimaradt, akkor szerintem ilyen tenyeren hordtak vattába csomagolva, azt hiszem. Igen. Tehát nyilván nem szabad mindenféle kosznak kitenni a gyerekeket, csak valószínűleg érdemes sokrétű környezetbe megfordulni itt a gyerekek között. Találkozzon a szervezet mindennel. A gyógygombák pedig megtanítják újra működni az immunrendszert, tehát úgy aktiválják, vagy annak megfelelően csökkentik a túlműködését, hogy megfelelően működjön. Ilyen adaptogén hatóanyagok felismerik az immunrendszernek hogyan kell működni, tehát mikor működik túl, mikor működik alul, és ez minden területen megnyilvánul, azt is megfigyelték kísérletileg, megvizsgálták, hogy időseknél általában a védőoltások vagy nagyon kevésbé hatnak, vagy egyáltalán nem, éppen akiknek legjobban szükségük lenne rá, hiszen az immunrendszerük nem reagál már azokra a legyengített kórokozókra, amit ilyenkor védőoltások formájában kapnak. De akkor, hogyha gyógygombákat adnak együtt a védőoltásokra jobban reagálnak. A szervezet jobban reagál, mivel a gyógygombák aktiválják akkor az immunrendszert úgy, hogy reagálni tudjon a védőoltásokra. Emellett, amikor elkezdi szedni a gyógygombákat, akkor tapasztalt mást is, ugye? A változó korral pajzsmirigy leleteim nem voltak, tehát a labor leleteknél, a pajzsmirigynél valami eltérés mutatkozott, és akkor fél évenként kellett mennem kontrollra. És úgy alakult valahogy, hogy kimaradt egy fél éves kontroll, de ez úgy adódott, hogy amikor már ráértem a kontrollra menni, előtte volt a parlagfüves időszakom, amikor nagyobb dózisban szedem a gombát. Én ezt saját magamnak, most már tizenvalahány éve alkalmazom, abszolút tudom magamnak, hogy melyik időszakban mennyit és hogyan, és érzem is. Tehát azon kívül, hogy tudom, hogy hogy szokott lenni, még belülről pontosan érzem is, hogy most esetleg kell naponta egyet többet bevennem, nem csak egyet, hanem kettőt, vagy ugye amikor jön a parlagfüves, akkor napi ötöt is akár. Na és akkor ez a parlagfüves időszak után mentem a kontroll, ilyen november-decemberbe a pajzsmirigyemmel, és a doktornő mondta, hogy hát nézegette, hogy mi történt, változás az életemben, vagy hogy ő nem nagyon látta, hogy nem az, hogy nem rosszabb, hanem hogy jobb is a leletem. Rájöttem, hogy hát annyi, hogy pontosan az őszi nagy dózisú gomba után volt a kontroll. Azóta is évek óta teljesen stagnál, tehát nem kell szednem gyógyszert egyáltalán a pajzsmirigyre, és én nekem ez egy nagyon nagy cél volt, mert én ha csak lehet, elkerülöm mindenféle ilyen vegyi és kemikália szedését. Köszönöm szépen, hogy elmondta a történetét, de ez egy nagyon részletes történet volt, és szerintem nagyon sokan fognak ebből tanulni a jövőben. Hát én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, ha segíthettem.